emelem poharam a BSM minden tagjára, és a jelenlévőkre és a támogatókra. Egészségetekre! Nagyákos köszöntötte a bált és résztvevőit. A BSM minden szakosztálya képviseltette magát az eseményen. Nagyákossal arról is beszélgettünk, hogyan értékeli az elmúlt esztendő eredményeit. A Bátaszék Sportegyesület tényleg Bátaszék egyik legnagyobb civil szervezete. Másrészt azt is jelenti, hogy rengeteg szimpatizánsunk van, tehát rengeteg olyan szülő és támogató van, aki szimpatizál a mi tevékenységünkkel. Fele más év volt, tehát mindenkinek megvoltak a maga sikerei és sikertelenségei. Nyilván a labdarúgóknál történt egy edzőváltás, de én azt gondolom, hogy per pillanat nagyon jó kezekben van a labdarúgó szakosztályvezetés. A kosarasok folyamatosan fejlődnek, az úszók dinamikusan fejlődnek, tehát azt kell mondanom, hogy egyre komolyabban és markánsabban ott vagyunk a megyei úszó életben. A karatésoknál volt egyfajta lefejeződés, ugye volt egy nagyon jó társaságunk, akik egyrészt tovább tanultak, másrészt ugye elmentek dolgozni. Ilyenkor mindig újra kell gondolnunk az utánpótlás, de ott is most egy nagyon jó 10-11-12-13 éves kör kezdi kinőni magát, úgyhogy én azt gondolom, hogy fele más év volt, de sikeresnek konstatáljuk a helyzetet. Változóban van a viszony az egyesületen belül, mondja Ákos. A bizalmatlanság átment egy olyan viszonyba, hogy megbízunk egymásba, figyelünk egymás munkájára, tehát abszolút én azt gondolom, hogy jó irányba halad a BSE, a kohézió egyre erősebb. A város és az egyesület viszonya egyfajta szimbiózis. Szükségük van egymásra, és ez jól meg is mutatkozik a kapcsolatokban, mondta Nagy Ákos. Ja, hogy a városnak szüksége van arra, hogy legyenek sportrendezvényei, sportos fiataljai, nekünk is szükségünk van azért a városra, mert nem mehetünk el amellett a támogatás, meg az a támogatottság mellett, amit háttérként a város szolgáltat számunkra. Somosi Szabolcs alpolgármester ezúton is a támogatásáról biztosította az egyesületet. Elvárás természetesen nincsen, gyakorlatilag minden évben a költségvetésünkben ilyen komoly összeg van beépítve a BSE-nek a támogatására. Ugye jelenleg három szakosztályban zajlanak a sportolók, de ezen kívül több olyan szakosztály kezdemény van, amelyekből reméljük, hogy kinőhet még valami. A tavalyi évben több 10 millió forintot költöttünk a sportcsarnokra, az idei évben a költségvetés ugyan még nincsen kész, de tervezeti szinten szintén több 10 millió forintos beruházás már a sportcsarnokra. Mindez természetesen csak azért, hogy a itt is látható ifjúság, aki remélhetőleg pár év múlva Bátaszéknek a lakosa lesz, mint felnőtt korú lakosa, minden lehetőséghez hozzájusson, amit mi kisvárosként nyújtani tudunk, és addig, amíg a költségvetésünk engedi, addig természetesen a BSE támogatása szent és érthetetlen.